Tisztelt Hölgyek, Urak! Én is szeretettel köszöntök mindenkit itt Sopron főterén, és talán egy kicsit szimbolikusan kezdjük ezt a mai napot. Ha értelmezni akarjuk a MSZP korábbi vezetésének felelőtlen gazdaságpolitikáját, akkor úgy is lehetne jellemezni, hogyha azt az adósságot, amit itt a városban 2006 előtt pusztán 4 év alatt összehalmoztak volna, 20 000-esekben egymásra tennénk, akkor az olyan magas lenne, mint ott a tűztorony mögöttünk, és ez nem csak Sopronra igaz, hanem az országra is. Tudjuk jól, hogy 2010-ben, amikor a mostani kormány átvette az ország irányítását, nem csak az önkormányzatok, a magyar állam, illetve a lakosság is sajnos a korábbi felelőtlen MSZP-SZDSZ kormányok alatt eladósodott. 4 év alatt jelentősen átalakult az ország. Mára elmondhatjuk, hogy valóban a gazdaságtól kezdve a legtöbb terület jobban teljesít. Ez teszi lehetővé azt, aminek itt a mai napi bejelentése megtörténik, hogy 2014 elejére az új gazdaságpolitikának, az ország jobb teljesítményének köszönhetően a kormány át tudja vállalni nem csak Sopron, hanem az összes önkormányzatnak a korábbi években a felelőtlen gazdálkodás és a kormányzatnak az alulfinanszírozása következtében fölhalmozott adósságát. Február közepére lényegében 2 lépcsőben, ugye 1 lépcső már megtörtént tavaly, 11,5 milliárd forint adósság átvállalása történt meg, most februárban pedig további a város 4 milliárdos adósságát is át tudja vállalni a kormányzat. Tehát lényegében a soproniak mentesülnek az alól, a felelőtlen gazdaságpolitikának az eredményei alól, amit a korábbi MSZP vezetés mind országosan, mind helyi szinten tett. Bízunk benne, hogy azzal, hogy lényegében lenullázódik mind Sopron, mind az összes többi településnek az adóssága, valóban a városok egy új fejlődési, egy új gazdaságpolitikát tudnak folytatni, és azt gondolom, hogy ez a teljesítmény, amit itt Sopron és a kormány közösen meg tudott tenni, ez nem jöhetett volna létre az elmúlt 4 évben az emberek kitartó munkája és a kormány támogatása nélkül. Bízunk benne, hogy valóban a városvezetés tud, és a soproni emberek tudnak élni ezzel a lehetőséggel.